Nyolcadik osztály után, amikor bekerültem a nagyobb tánccsoportba, Szuszlikó Mihály vezette a Junos Zakarpátja táncegyüttest, ami egész Ukrajnában ismerték ezt a tánccsoportot, és ott katonaságig táncoltam, és akkor úgy volt, hogy elvittek katonának, akkor ott is katonai táncegyüttesbe szolgáltam, és táncoltam 2 évig, óriási nagy katonai dal és táncegyüttes volt, ott is kb. 120 tag volt az együttes, és 2 évig csak táncoltam. Ukrajnán felléptünk velük. Voltak Afganisztánban, én pont akkor csak jöttem meg a csoportban, úgyhogy még nem tudtam azt a műsort, amit vittek Afganisztánba, de mikor visszajöttek, akkor keményen kezdtem velük foglalkozni, és ott dőlt el, hogy úgy láttam, hogy én csak ezt akarom csinálni, csak táncos akarok lenni, táncolni akarok. Egyenlőre ez volt. Nem gondoltam arról soha, hogy no, lehet, hogy tánctanár leszek, fogok valahol oktatni. Csak annyi volt. Amíg fiatal voltam, csak táncolni akartam, úgyhogy így jött, és amikor hazajöttem 85-ben, akkor elmentem a tükörterem, varieté táncos lettem, és ott 5 évig táncoltam. Most ez korona étterem, akkor a második szintén volt tükörterem, és ott táncoltam 5 évig. Visszaemlékszek, hát annyi lehetőség nem volt, mint az idén vannak ezeknek a szakiskolásoknak, akit tanítok ma. Nem tudtam annyi anyagot, nem adtak nekem, mint például a mai gyerekek kapnak itt a főiskolán nálunk. De amikor Magyarországra evel a varieté tánccsoporttal kimentünk Nyíregyen dolgozni 1 hónapra, ott meg is merkedtem egy néptánctanárral, Demarcsik Gyuri, aki vezette a Nyírség táncegyüttest, és akkor minden nap bejártam hozzájuk próbákra, és ott nagyon megszerettem a magyar táncot. És az első tánc, ami volt, ez Válaszuki legényes, délaföldi anyag, amit ott ki is tanultam, és ez volt az első tánc, amit itt Ungváron be is koreográfoltam, és amikor befejeztem a szakközművelődési középiskolát itt Ungváron, ez volt a diplomamunkám. Válaszuti legényes, 12 fiú táncolta. Hogy egyre jobban táncolnak, azt csak egyeseket látok, de örül a szívem, hogy látom azt a munkát, amit itt velük dolgoztam, átadtam. Úgyhogy nagyon sok magyar tánccsoport van most Kárpátalján, kis gyerekektől kezdve egész felnőtt csoportig. Például az első az Szabó Tibor Eszenyi, ahol a ritmus tánc együttest építette ő is. Akkor Korolovics Zsolt Dercenben, akkor Orosz Péter, Tihor Krisztián. Szóval annyian vannak, hogy most 30 év alatt nagyon sok gyerek volt. Hát az első csoportok, ez kb. 30 gyerek volt egy csoportban, fiúk és lányok. Na, természetes lányokból volt az több. De mikor 95-ben az első versenyen első díjat nyertünk, és az volt
szatmári verbünk lassú és friss csárdás, az első tánc, a második tánc szlovéniai karikázó, ahol 18 kislány énekelve táncoltak, vagyis táncolva énekeltek, lehet így is úgy is mondani, és nem hitték el azt, hogy a táncosok itt tudnak énekelni. Szóval ez nekem nagyon tetszett, és örültem neki, hogy mégis az a folklór, az a néptánc dal nélkül, hát az ahogy mink mondjuk, nagyon szárazon néz ki. Nem is tudom, lehet az, hogy tetszett neki, hogy oktattam, hogy mutattam. Ez az első, de a második az, hogy kb. 20 évig én beálltam, és velük együtt táncoltam a színpadon. Szóval 40-42 éves koromig még együtt velük táncoltam. Mindig úgy volt, hogy mindig egy fiú hiányzik, egyik éve, másik, harmadik, és mindig beálltam, és együtt velük táncoltam, és lehet, hogy ez nekik jó esett, hogy mégis a tanár, a mester velük táncol, és együtt csináltuk. Természetes dolog, hogy a köszönet ez az, amikor vastag tapsot hallsz a fellépés után, de voltak olyan fellépéseim, hogy 5000 néző nézte a fellépést. Ez amikor Kínában voltam, 42 éves korban még profi színpadon táncoltam, és rengeteg nép elkezdett tapsolni, ez volt valami nagyon-nagyon hatott rám, hogy azért még, hát mert 38-40 éves korokban már mennek nyugdíjba a táncosok, de én még 42 éves koromban még keményen dolgoztam, mikor voltam Kínában. És ez nekem nagyon tetszett, és tetszik mai napig is. Az izgulás az mindig ott van, de amikor már kimegyek és hallom azt a zenét, akkor mindent belerakok, hogy az szép legyen, hogy az lassan fejleszem azt az anyagot, amit be kell mutatni a közönségnek. Na és a lényeg az, hogy megértse a közönség azt a nyelvet, amivel beszélek a színpadon, és hát úgy néztem, hogy amikor táncoltam, értették, nagyon jó fogadtak, mert nagyon sok helyen voltam, még a feleségemmel és Gabikával, például ketten partnerem volt, és egy teljes hónapig Franciaországban táncoltunk, felléptünk, és nagyon sok ember ezt látta, és hát a taps, a vastag taps, ez volt a köszönet azért, hogy szépen bemutattuk azt az anyagot, amit vittünk oda. Na, természetes ez, kárpátaljai, ukrán táncok, volt magyar és szlovák és román is, azt, amit itt tanítunk és tanulunk, vagy tanultunk addig. Elég sok helyen voltunk versenyeken. Először is azt akarnám mondani, hogy Ukrajnán legnehezebb verseny néptáncosok közt, ez a Virszki konkursznak nevezik, Pavla Virszkoha, és 2009-ben akkor kaptuk az első helyet a Napraforgó Táncegyüttese. Mi is volt akkor kalotaszegi táncok, és mélykeréki tapsos. Akkor ezt a két táncot
vittük Kijevbe, és ott kaptuk az első helyet. No, azért ebben kezdtem, mert ez nálunk a legmagasabb szinti verseny. A többi versenyek, ha vannak Lemberbe vagy más városba, azért nem olyan szinten van, mint Kijevbe ez a Virszki verseny, de az első három helyezetet mindig megkaptuk, még ha Lemberbe is voltunk. A következő az, hogy most nem régen, hát két hete azelőtt jöttünk haza Grúziából, ott meg Grand Prix-t kaptunk most a csoporttal, de most oda inkább kárpátaljai táncokat vittünk, mert kárpátaljak vagyunk, egy, és a másik az, hogy Ukrajnáról jöttünk, úgyhogy az ukrán táncot kellett, hogy legyen a hopák, és természetes az, hogy avval fejeztük is a fellépésünket, úgyhogy majdnem mindenki állva tapsolt nekünk, és hát gondolom megtetszett mindenkinek, ha megkaptuk a Grand Prix legnagyobb helyezetet. Mikor 50 éves voltam, akkor meghívtam a főkonzult, magyar főkonzult a koncertre, amit készítettem majdnem egy évig, és ott produkáltam azokat a koreográfiákat a Napraforgó Tánc Együttessel, amit már kb. 20 évet ezen dolgoztam, és hát gondolom utána Éber János látta azt, hogy lehet, hogy valami kitüntetést kéne adni ennek a koreográfusnak, mert ahányszor hívtak fellépni, mindig ott voltunk, bármilyen fellépésre hívtak, nem mondtunk le, nem mondtuk azt, hogy nem, és akkor átadta nekem ezt a kitüntetést, magyar ezüst érdemkeresztet, azért, hogy ápolom a magyar kultúrát, a magyar néptánc hagyományt. Mai napig azt mondom, hogy az, amit engemet tanítottak, azt nekem át kell adni a további generációnak, hogy ne felejtsük el azt, hogy mit tanultak, hogy táncoltak, mit muzsikáltak, és hogyan csinálták ezt. Nem csak azt az alapot, hanem azt a karaktert is átadni abban a táncban, legyen ez ukrán, legyen ez magyar, legyen ez szlovák, mert szlovák táncokat is tanítunk, román táncokat is tanítunk itt az egyetemen, most már egyetem, úgyhogy ezt szeretném átadni, és kollégáknak megyében mondom, hogy ne felejtsük el azt, hogy táncoltak nálunk Kárpátalján, milyen faluba táncolták ezt és azt a táncot, mit tanultak, mit muzsikáltak. Ezt szeretem tanulmányozni is, és átadni azoknak a gyerekeknek, akik jönnek ide felvételizni.